épületek akusztikájáról viszonylag kevés videó készült, most itt van egy közülük. Nézzük meg azt, hogyha mondjuk egyik lakóegység, mondjuk az egyes számú, zavarva van a kettes számú által, mert onnan zaj jön le, valamiféle hupogás, dübögés, topogás, lépés hangok. Mit lehet ilyenkor csinálni? Tehát az biztos, hogy kerülni kell, hogy önálló, amit belül szigetelgessünk, tehát magyarul meg kell bízni szakembert, aki ezt megfelelő módon megtervezi. Amúgy is az ilyen kopogó hang ellen viszonylag nehéz mit csinálni, hiszen a szerkezeteken keresztül tovább terjed a hang, és leadódik mondjuk egy itteni falon, vagy egy másik falon keresztül, tehát nem biztos megoldást jelent egy itteni szigetelés, mert a kopogó hang, a lépés hang, ami itt jelen esetben a példában van, az így is úgy is tovább terjed, tehát valami elég bonyolult módon lehet csak ezt megakadályozni. Aztán van a beszédhang, amikor mindkét irányba terjedhet ez a beszédhang, azzal már könnyebb mit kezdeni, ott tervezetten lehet mindenféle hangelnyelő felületeket készíteni, illetve az előző esetben lehet talán még olyan burkolatokat létrehozni a padlón, ami kevésbé kopogó, tehát valami puhább vagy habalátétes padlószőnyeg, vagy valami hasonló, tehát egy puhább padló, csak az első lakó erre viszonylag nehezen tudja rávenni a kettes számú lakót, hiszen itt ő neki kell valamit csinálni azért, hogy ő ne zavarja az alatta levőt. Tehát vagy tervezetten már eleve jó megcsinálják, vagy utólag kell tervezni, vagy egy viszonylag nehéz kommunikációval elérni a másik lakónál, hogy ez sikerüljön. Nézzük meg alaprajzilag is, hogy milyen szituációk lehetnek. Tehát ha van mondjuk két lakó, akkor mondjuk legyen ez az egyes, szintén ez a kettes, egyik zavarja a másikat. Mi szokott történni leginkább, ha itt vannak ezek a falak? Mi szokott történni? Ilyenkor az egyik lakó fogja magát, mondjuk a kettes által zavart egyes lakó, és behőszigeteli ezt a falat, mert ő azt hiszi, hogy az a hangszigetelés, amit ide rak, az csak hangszigetelés, de az hőszigetelés is. Ez azt fogja elérni, hogy ez a szoba hőmérséklet nem fogja elérni ezt a falat, és innen a hidegben, hiszen ez a külső tér, ez a belső tér, a hidegtől ez a fal ki fog hűlni. A másik lakónak nincs problémája, hiszen az ő melege, az ő radiátor vagy bármilyen más hűtése ki tudja fűteni ezt a falfelületet, de ezt a zónát már nem fogja kihűteni, és ez a zóna itt a hőszigetelés mögött mindig le fog penészedni, annak viszont a hátrányait ez a lakó élvezi, idézőjelben az élvezi szót, mert ez a pára, ez a penész, ez ide fog ebbe a légtérbe bejutni, és ezt fogja szipálkolni ez az egyes számú lakó, aki itt magának egy hangszigetelést épített ki. Hát figyeljünk arra, hogy a hangszigetelés nem mindig hangszigetelésként működik, hanem hőszigetelésként is tud funkcionálni. Tehát ha nem jó választjuk meg ezt az anyagot, illetve nem tervezetten készítjük, nem bízunk meg szakembert, akkor így járhatunk, hogy a penész szagoljuk egy másik lakó hangszigetelési problémája miatt. Akkor még egy dologra érdemes figyelni, hogyha mondjuk van egy lépcsőházi szakasz, lépcsőházi zóna, tehát mondjuk itt egy lépcsőház a lépcsőkkel, és itt van mondjuk még két lift, és itt van mondjuk az egyik lakás, másik lakás. Itt ugye az egyes és a kettes lakó nem egymást zavarja, hanem a lépcsőház által van zavartatva mindegyik, illetve a liftek által van zavartatva az, akihez a lift viszonylag közel van, itt most mindkét lakó. Tehát itt is tervezetten lehet ezzel a fallal foglalkozni, azért, hogy ezek a rezgések, ezek a hangok ne jöjjenek olyan könnyen át. Tehát alapvetően ez eredetileg az épület tervezőinek kell jó megoldani, utólag már viszonylag nehéz ezzel mit kezdeni, mert itt vannak a bejáratok, de ezek a rezgések, zajok, ezek olyan nagy terhelések, hogy ezzel mindenképpen már tervezetten és odafigyelten kell foglalkozni, különben nehezen lehet megoldani. Még egy szituáció jutott eszembe, amikor is mondjuk van egy alaprajz, szintén az egyes és kettes lakó, és van egy olyan fürdőszobai akna, ahol a csövek futnak. Ezeken a csöveken keresztül, ugye itt vannak a falak, ezeken a csöveken keresztül, hogy itt a csövek körül nincs kibetonozás legtöbb esetben, pedig kötelező lenne a tűzvédelem és a rágcsáló rohangászás megakadályozása érdekében, meg azért is, hogy az egyik másik lakó, aki egymás fölött van, így fölfelé se terjedjen a hang, meg ugye így se, csak az szokott a probléma lenni, hogy ezek sok esetben csupán válaszfalak, ezek a fürdőszobafalak, mert mondjuk mindenkinek itt van a fürdőszobája, ez a fürdő 1, fürdő 2, és itt még a vastag falon nem hallatszik át sok minden, de itt a vékony válaszfalakon már igen. Tehát itt az aknán keresztül jut át nagyon sokszor a hang, függőleges értelemben és viszintes értelemben egyaránt, függőleges értelemben csak ez a betonozás segíthet, viszintes értelemben pedig az, hogy itt is vastagabb falakat alkalmazunk, tehát az ittenihez hasonló vastag falakat kell vagy szükséges készíteni, akkor ez kevésbé hallatszik át, de minden esetre ez egy tipikus probléma egy társaság esetén, erre is érdemes odafigyelni.